A 220 darabos 16-17. Századi erdélyi tallérokból és emlékérmekből álló gyűjteményt a Magyar Nemzeti Bank 2015 nyarán vásárolta meg Törő István tulajdonostól. A gyűjteményt a bank 5 éves letétbe a Magyar Nemzeti Múzeumnak adta át. Székesfehérvár után pedig már Nyíregyházán is láthatja a közönség a József András Múzeumban. Az intézmény vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján jelentette be a gyűjtemény érkezését, amelyet másik két kollekcióval kiegészítve Fejedelmeink mesés kincsei címen láthat majd a közönség. A kiállítás nem egy hagyományos numizmatikai kiállítás lenne. A Magyar Nemzeti Bank értéktárának programja keretében érkezik hozzánk ez a felbecsülhetetlen értékű anyag, mégpedig az erdélyi tallérok és az erdélyi dukátok érkeznek hozzánk. 220 darab erdélyi tallért szeretnénk bemutatni, 48 darab aranydukátot, és ehhez kapcsolódó a talléroknak a verőtöveit, 13 darab 17. századi verőtövet is bemutatunk, és 16.-17. századi fegyvereket is lehet majd itt látni. A tárlathoz interaktív múzeum pedagógiai programok is kapcsolódnak, amelyen János Zsigmondtól II. Rákóczi Ferencig lehet megismerkedni 21 erdélyi fejedelem történetével. A sajtótájékoztatón Szabó Sarolta, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója beszámolt a július 30-ai rendkívüli gyermeknapról, amelyre egésznapos programokkal, többek közt kutyás bemutatóval, bábszínházi előadással, táncos komikus showval, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várják a kicsiket. Rendkívüli azért is, mert 14 év alatt egy jelképes összeggel 100 forintért lehet belépni a múzeumfalu kapuján. Rendkívüli azért is, mert a gyerekek szemszögéből állítottuk össze ezeket a programokat, és a gyerekek számára kínálunk elsősorban olyan érdekes tevékenységeket, és mozgásos, interaktív dolgokat, programokat, amelyek az ő érdeklődésüket is fölkeltik. A Sóstói Múzeumfalu ezen a napon több meglepetéssel is készül, melyekről a www.múzeumfalu.hu oldalon tájékozódhatnak.